Sziasztok! Most lecsót fogok csinálni, azon egyszerű oknál fogom, mert sose gondoltam volna, hogy ide jut a világ, hogy kaptam féláron paprikát, és így volt 600 forint, vagy nem tudom mennyi kilója, tehát hogy valami, na mindegy, nem kezdem el, hogy iszonyat árak vannak. És pont ebből kifolyólag megmutatom, hogy sima mezei főzőtökkel is lehet lecsót főzni. Ugye a franciák csinálják a ratatulit, amiben kell cukkini meg padlizsán, de sokan azért nem szeretik azt, mert ugye erősebb íze van a cukkininak meg keserjék, és most a főzőtöknek semmilyen nincsen, egy pici ízt ad hozzá, ez is viszont nagyon-nagyon jó szaporító anyag és finom ez is, és ami a lényeg, hogy most a hagyma is 490 forint egy kiló, ezt még 445-ért vettem, ez egy kilós darab volt, és ez most így 60 deka, tehát így megpucolva. Tehát annyit teszek a 2 kg paprikához, meg fél kiló paradicsomot, meg 75 deka hagymát. Ez az alap, itt van 3 evőkanál zsír. És azért van itt a paradicsom paszta, mert paradicsom volt több kéne, de ugye most már október van, és ilyenkor hiába ilyen szép piros, mert én előre mindig megveszem, hogy még itt magának hadd érjen, de kőkemény és semmi íze nincsen. Tehát azért beleteszem, hogy legyen ilyen friss paradicsom íze, de ebből a paradicsom, ez ráadásul ez ilyen édesebb ízű paradicsom szósz, egy 2-2,5 decit fogok beletenni, és úgy lesz akkor kellemes paradicsomos íze, és nem pedig tele lesz paradicsommal, meg savval, az mégse lesz íze, jó? És akkor hát így a kezdésnek ugye teljesen szokványos módon először a zsíron elkezdem szépen. A hagymát azt ilyen, meg hát mindent ugye ilyen lecsóba lehet ilyen durvábban darabolni, tehát így a félfőre vágott hagymát szépen elkezdem lepirítani egy teás kanál sóval. Remélem el fogok férni a lábosba, mert valami, nem tudom, akkor a kuktába teszem át, az 10 literes. De nem fogom most kuktásan főzni, csak így hagyományosan, mert ez hamar megvan. De hát remélem bele fog ennyi férni ebbe. Ezért is egy púpos teás kanál sót teszek rá, és akkor belevágom a többi hagymát. Amíg összevágtam a paprikát, addig a hagyma szépen összeesett, meg már el is kezdett pirulni. Most teszek rá, hát erre a mennyiségre én ráteszek 2 normál, ez csapott, vagy húpos volt, tehát ez kevesebb. 2 normál evő paprika, vagy fűszer paprikát, nem csípőset, mert úgy akartam mondani. Tehát 2 evőkanál fűszer paprikát, ezt most így elkeverem rajta. És öntök rá csak azért egy deci vizet, hogy ne égjen le. Tehát, mert ez most lehet, hogy át is kell majd tennem egy fazékbe ezt a mennyiséget. Teszek rá egy deci vizet, a paradicsom püréből teszek rá egy 2 decinit, hogy... Mert ennek jó, kellemes paradicsom íze van, a paradicsomnak még ilyenkor már nem. És akkor most bele nyomkodom a paprikát, lefedem, és ahogy elkezd összeesni, teszem rá a többit. Na, belefért a paprika egyenlőre az egész, teszek rá még őrölt borsot, teszek majd bele egy pár gerezdfokhagymát is. Ugye ez most nagyobb mennyiség, ezt így izmosabban kell fűszerezni egy picit. Ezt rá addig a fedő hatpárolódjon, és kivettem a mélyhűtőből. Ugye én csinálok itthon füstölt sonkákat, meg karajt, meg hát épp mikor mit, és hát ez annyira kicsi víztartalmú, ezt most vettem ki, de nézzetek meg, hogy simán tudom már ilyenkor szeretelni, és akkor ebből hát most úgy annyit, hogy ne legyen majd túl sós, úgy vágok még pluszba bele, meg virslit fogok beletenni, de csináljátok füstölt kolbásszal, tehát ez már teljesen ilyen egyéni, és azért teszem bele már most a sonkát, hogy legyen ideje megfőni, ebből ilyen kis csíkokat fogok vágni. Hát ugye maréknyi sonkát beledobok, csak egy kicsit megvárom, hogy összeessen a paprika. Ja, és elkezdtem már a tököt szépen fölvágni csíkokra, az is egyből a paprika után megy rá, ha már belefér. Na, győzött a mennyiség, úgyhogy áttettem egy nagyobb fazékba, rátettem már a sonkát, és mehet rá nyugodtan a tök is. És azért kevergetni kell ugye még elején, amíg nem enged levet, hogy ne égjen le, és kivettem 9 darab virslit a mélyhűtőből, ez ilyen borjúbeles, tehát hogy nem kell pucolgatnom, kicsit megolvad és majd felcsikozom, aztán a főzés felénél megy bele ez is,
Meg most még akkor a fél kiló paradicsomot is szépen belevágom. Amúgy közben már készül hozzá a kovászos kenyérkém, úgyhogy megint párhuzamosan forgatok. Na, viszont lassan ebben minden benne van, teszek bele még egy 4 gereszt fokhagymát, és akkor tényleg kevergetve elkezdem párolni. 4 ekkora gereszt, ilyen nagyobb gereszt fokhagymát megpucolok, összevágom, és akkor azt dobom bele. Bocsia, mozog a kamera, de a másik most az állványon van a kenyér miatt. Szóval, hogyha már ilyen jó levet enged a lecsó, eltelt egy olyan 20-25 perc, akkor beleteszem a vízslit, és akkor szépen megkeverem, ugye, és főzöm tovább. Aztán most már csak annyi dolgom van, hogy jó puhára megfőzzek benne mindent. Akkor fogom a legvégén megkóstolni, hogy elég sósa, mert ugye füstölt, házi füstölt cucc van benne, tehát az lehet, hogy elég lesz bele, és nagyjából ennyi. Hát Johnny haverom azt mondta, hogy ma itt fog aludni, mert hogy ez bejön neki, megmondom őszintén, nem véletlenül főztem meg ennyit. Lehet, hogy egy picit lefogyasztok belőle, vagy lemérhűtök pontosabban, de ez simán a család nálunk megeszi egy-két-három nap alatt, mert imádjuk. Pláne ilyen jó árasítva ugye meg végképp. És hát így néz ki, majd ugye erről fent lesz külön egy videó, ezt 10 óra alatt csináltam ilyen kovászos kenyeret. Nem annyira lukacsos, mint hogyha rendesen egy éjszakát állt volna a hűtőbe, és reggel sütöttem volna meg. De hát most arra, hogy én itt este a kis lecsommal egy kis kenyeret tunkizzak, az... Tudjátok, ez csak friss kenyérrel valami jó minőségű kenyérrel jó. Teljesen hibátlan. Úgyhogy, na jó, nem is rendülök itt bele. A lényeg, ha megnézitek, hogy látok, menjem a falatot. Na, bocsánat, csak tényleg nem akartam elég teli szájjal beszélni. Hogy nem is látszik, hogy van benne 60 deka tök. Tehát annyira szépen így bele simul az ételbe, és az ízét se viszi el, ugye a cukkin és padlizsános az simán ad hozzá még erősebb íz. Na, itt van talán egy ilyen kis több darab. Nem lehet megmondani, hogy ez most paprika vagy micsoda. És mondom, a hagyma 500 forintot tök meg 450 forint volt, tehát simán itt vannak a kis... Ja, és én még plusz sót se kellett, hogy beletegyek, mert annyira sós volt ez a füstölt cucc, hogy bőven elég volt. Tehát nyugodtan készítsétek így, és ezzel a tökkel egy kicsit más, olcsóbb is ráadásul, füstölt házi cucca még finomabb, úgyhogy ez is egy lecsó verzió általam. Na, mindenkinek további jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!